A természet és a föld szeretetére tanított mindannyiunkat egy életen át Bálint György, az ország Bálint gazdája. Végtelenül szerette a szakmáját, és tudását olyan szelídséggel és türelemmel tudta átadni, ahogyan senki más. 100. születésnapján úgy fogalmazott, mindvégig hűséges volt hazájához, a termőföldhöz, és azokhoz, akik azt megművelik. Annak az interjúnak egy részletével szeretnénk most búcsúzni tőle, amit 2011-ben készítettünk vele. Apám gazdálkodó ember volt, és 4 éves koromban már kézenfogva kivitt a határba, és megmutatta nekem, hogy mi a különbség a búza, meg a rozsvetés között, hogy lehet a kettőt megkülönböztetni. Aztán jóval később, vagy 30 évvel később, vagy 40 évvel később egy állami gazdaságnak a szakmai vezetője voltam, és amikor oda kerültem a gazdaságba, akkor talán első vagy második nap elmentem egy határszemlére, hát a hintóval, és egy öreg kipróbált parádés kocsis hajtotta lovakat, és hátrafordult hozzám, és azt mondta, hogy ugye szép ez a búzavetés, főagronómus úr. Mondom, hogy nagyon szép vetés, de ez nem búza, hanem őszi árpa. Azt mondja, na hát akkor maga a mi emberünk. Szakértelemről, tudásról beszélsz, hát neked mindig nagyon fontos volt ez olyannyira, hogy a televízióban is ezt nagyon sokáig az ablakban, mint Bálint Gyuri bácsi percei, ezt előadtad hétről hétre. Ki talált meg téged? Az Ablak című műsort azt Horváth Ádám találta ki. Ablaknak az első főszerkesztője Peták István, aki aztán később a televíziónak az elnöke is lett, úgy gondolta, hogy agrár témákról is kellene beszélni, akkor hát engem fölhívott, és megkérdezte, hogy volna ehhez kedvem. Én akkor már néha részt vettem a televíziós adásoknak a készítésében, és azt mondta, hogy próbáljuk meg, és amikor először bementem a stúdióba, és megálltam az ajtóba, és mondtam, hogy hívnak, és hát én fogok majd itt ilyen vidékfejlesztés, meg kertészet, meg ilyen hasonló problémákkal foglalkozni, akkor egy fiatal kolléganőnk úgy rám mutatott, és azt mondja, hát akkor maga lesz a Bálint gazda. Hogyha a te tévés akkori sikereidet nézzük, akkor ezt mai szóval úgy mondanák, hogy akkori celeb voltál. Nagyon ismerté ezek a műsorok tettek téged. Ezt hogy viselted? Éreztem mindig ennek a felelősségét, mert tényleg nagy a felelősség annak, aki veled együtt a nyilvánosság előtt működik, mert az emberek emlékeznek arra. Egy nagyon közismert ember például elmesélte nekem egyszer azt, hogy süldő gyerek volt, és sakkoztak a bátyjával, és a mamája oda szaladt hozzájuk, és azt mondta, hogy hagyjátok abba a sakkozást, ott van 2 ásó, vigyétek, és ásátok fel a gyümölcsfáknak az alját, mert Gyuri bács most mondta a tévében, hogy a fáknak az alját ősszel fel kell ásni. Azt mondja, tudod, hogy utáltunk? Mondtam, hogy tudom. Hogyan tudtad kialakítani azt az imidzst magad körül, ami kialakult, hogy mindig a segítőkészség, a barátságosság jön le rólad? Ha írsz, akkor is, hogyha a televízióban megnyilatkozol, akkor is, ha előadást tartasz, akkor is. Bármilyen közhelynek számít, de mégis vissza kell térnem megint a gyerekkoromhoz, amit életem legértékesebb szakaszának érzem, mert azt a mondjuk az első 20 évét az életemnek egy
nagyon békés, nagyon nyugodt családi körülmények között töltöttem el, mondjuk gazdaságilag is egy jól szituált, jó anyagi körülmények között élő családban, és ott tanultam meg azt, hogy segíteni kell. Szívesen szoktam elmondani egy kis idézetet, amit egészen véletlenül került a kezembe Várnai Zseninek, aki egy elfelejtett magyar költőnő, de sokan emlékeznek még rá, az első világháború elején írt egy verset Katona fiamnak címmel, amiben az van, hogy ne lőj, fiam, én is ott leszek. És találtam egy emlékkönyvet, illetve mutattak nekem egy emlékkönyvet, amelyben van egy bejegyzése, és ez így szól, hogy ha van mit adnod, add jó szívvel át. Add a tudásod, a csekély tapasztalatod, és jól lehet ezzel nem váltod meg a világot, de szebbé teheted egy pillanatát.